járvány és a káosz az iskola rendszer átalakítása körül, miután kiderült, hogy az intézmények állami átvétele nem jelenti a finanszírozás gondjainak átvételét is. A kormányzat azt mondja, hogy az anyagiak csak a jövő évi költségvetés elfogadásával tisztázódnak majd. A települések szerint viszont akkor már késő lesz. Így aztán az önkormányzatok jelentős része nem különösen szívesen mond le iskoláiról, és kibúvókat keres. Egyelőre nem sok sikerrel. László Judit Vácott és Sződ-ligeten tesztelte, hogy hol tart az iskola rendszer átalakítása. A riport után pedig Hoffmann Rózsa államtitkárral beszélgetünk a felmerülő kérdésekről. Szabadságharcként éljük meg ezt, mostanában divatos kifejezés ez. Mi éppen azért harcolunk, hogy megtartsuk az iskolát. Az lenne a legjobb, hogyha maradna önkormányzat kezébe, mint eddig volt. Senki nem kezdeményezte már így önkormányzati szinten, hogy már pedig adjuk át az államnak az oktatási intézményeket. Egy polgármester, egy nagymama és egy iskolaigazgató véleménye volt ez az iskolák államosításáról. A bizonytalanság közepette ragaszkodnának a biztoshoz, vagyis az önkormányzati iskolához. Legutóbb az a variáció merült fel, hogy januártól ugyan az állam lenne a fenntartó, az iskolák működtetését mégiscsak az önkormányzatokra hagyná. Ez azt jelenteni, hogy miközben az állam az eddigieknél jobban beleszól abban, mit kell tanítani, fizetni a pedagógusok bérét és kinevezni az igazgatókat is. A rezsit és a felújítások költségét az önkormányzatokra hárítaná. Ha ez az elképzelés valósul meg, akkor a jövőben nem nagyon lesz az önkormányzatoknak más dolga az iskolákkal, mint a lepergett vakolatoknak a megjavítása, illetve a csöpögő csapoknak a kijavítása. Példaként említette ezt a Pest megyei Sződ-liget független polgármestere Juhász Béla. Ő sem látja a jövőt, ezért tervezni sem tud. A korábbi kormányzati elképzelés az volt, hogy ha államosítják az iskolákat, az állam vinné a pénzt is. Tehát azt, amely idáig a települések kasztáját gyarapította, a gépkocsi súlyadót, meg a személyi jövedelemadó egy részét. Sződ-ligetnek egy általános iskolája van, fenntartása 130 millió évente. Az önkormányzat úgy számolt, ha az állam ráteszi a kezét a már említett helyben maradó adókra, tőlük 163 millió forintot kérnének, vagyis 33 millióval többet, mint amennyibe az iskola fenntartása jelenleg kerül. A képviselők ezért találták ki, hogy társasházzá alakítják az iskola különálló épület részeit. Ha viszi az állam az iskolát, az iskola épületét a korábbi álláspont szerint, akkor külön választjuk a tornatermet, külön választjuk a számítógépes labort, külön választjuk a konyhát, és ezeket a külön választott részeket esetleg bérbe adjuk az államnak, és így pótoljuk a kieső költségvetési bevételeinket. És akkor az állam bérleti díjat fizetne az önkormányzatnak? Akkor az állam bérleti díjat fizetne az önkormányzatnak. Ezt az ötletet azonban a Pest megyei kormányhivatal nem fogadta el, mondván a társasházzá alakítással kikerül az önkormányzat hatásköréből a vagyonnal való rendelkezés joga. Az önkormányzat viszont védi álláspontját, fellebbez a döntés ellen, mert szeretne bevételt ahelyett, amit elvenne az állam. Helyi adók kivetését nem tervezik, nem akarják a lakosságot tovább terhelni. Kapra magyar, kria haza, itt az idő, most vagy soha. Nagyobb a tét a szomszédos Vácon, ahol 5 önkormányzati iskola van. Az egyikben, a Földvári Károly általános iskolában a gyerekek és tanítóik azzal büszkélkedtek, milyen szépen felkészültek március 15-ére. Most meg már itt az anyák napja, éppen arra gyakoroltak, amikor ott jártunk. Az 520 fős iskola igazgatója szerint az elmúlt 20 évben jó gazda volt a Váci önkormányzat. A mai ismeretek szerint a helyben való fenntartás az kedvezőbb, személyesebb, közelebb van, nem volt eddig gond vele, tehát jó volt az együttműködés, jó volt a kapcsolat. Mi nem láttunk ebbe problémát. Éppen a helyi fenntartás miatt vetődött fel, hogy a baptista szeretetszolgálat, egyébként maga jelentkezett, átvegyen legalább egy általános iskolát. Sokan ezt úgy értelmezték, hogy a város átadja az összes iskolát. A városban ez a téves információ, hogy ez már egy eldöntött dolog volt, ez látott napvilágot, erről szó nem volt, és egy kicsit hiszterizálva lett a téma, és ezen közben a baptista egyház úgy érezte, hogy ráadásul a nagy hétben voltunk, sérül az egyháznak a tekintélye. Így aztán a jelentkező visszalépett.
A polgármester, aki KDNP-s támogatással nyerte el posztját, azt mondta, ha lehetőség lesz rá, mindenképpen szeretnék helyben fenntartani az általános iskolákat. Hasonlóképpen vélekedett az iskolaigazgató, aki MSZP-s önkormányzati képviselő is. Az önkormányzat az vagy gazdája szeretne lenni az egésznek, az nem egy jó üzlet, hogy idézőjelben mondjam, hogy valamit fizetünk, de beleszólásunk nem sok van. Márpedig fizetni kellene a működtetésért. Csak azt nem tudják, miből lesz pénzük a számlákra, a karbantartásra. A dologi kiadásokra vonatkozóan ma még teljes a bizonytalanság, hogy az önkormányzat milyen forrásokból fogja fizetni, hogyha a korábbi információt vesszük alapul. És akkor Vác városában, anélkül, hogy adótitkot sértenék, én kiszámoltam, hogy ez körülbelül 900 millió forintos bevételi kiesést jelentett. Ennyit az állam el fog vonni azért, mert hogyha az összes intézményünk átkerül, valahonnan forrásokat kell hozzá rendelnie. A gyerekek után járó állami normatív támogatással eddig az állam is hozzájárult az iskolák fenntartásához, de most teljesen bizonytalan, hogy a működtetés költségei hogyan oszlanak meg az állam és az önkormányzatok között. Márpedig, ha nem lesz elég pénz az iskolák működtetésére, különösen kisebb településeken, könnyen bezárhatják az iskolákat, elbocsájthatják a pedagógusokat. 20 éven keresztül hozta. A műsorunknak nyilatkozó oktatáskutató azt is felvetette. A karácsonykor elfogadott köznevelés a szabályozási törvény szerint az állam zárhat be iskolát, de most már azt sem lehet tudni, kinek lesz joga iskolát nyitni és bezárni, az államnak vagy az önkormányzatnak. A nemzetközi trendekkel szembe menő oktatási centralizációs törekvéseket is kifogásolta Radó Péter. Államosítás, farvizén lezajló centralizáció legkülönbözőbb eszközei együttesen eredményezik azt a helyzetet, hogy egy iskolában az történik majd, amit a Szalay utcában szeretnének látni megtörténni. Tehát hogyha központi silabuszok alapján egy darab tankönyvből tanítanak, ha az iskolák költségvetése a mindenkori kormányzat hivatalainak a kegyétől függ, az igazgatókat a Szalay utcában nevezik, nem sorolom végig, ezek mind egymást erősítő eszközök, ezek így együttesen teljesen felszámolják azt, amit korábban iskolai, óvodai iskolai intézményi autonómiának hívtunk. Az igazgatók várható központi kinevezését a pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke is bírálta. Én látom annak a veszélyt, hogy egyfajta politikai akarat jelenik meg az iskolákban, és ettől én óva inteném a közoktatás, illetve az állam minden vezetőjét, minden szereplőjét, hiszen a rendszerváltás egyik alaptézisét készülünk eldobni, amelyik arról szól, hogy a politika távozzon a munkahelyekről, én meg ezt hozzáteszem, hogy távozzon különösen az iskolákból, semmi keresni valahogy nincs ott. Az elmúlt hetek hírei a középiskolai igazgató kinevezéséről, mintha a szakemberek félelmét igazolnák. Nehéz úgy értelmezni az eseményeket, hogy a politika éppen távozni készül az iskolákból. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye az kiderült a mi összeállításunkból is, hogy nem nagyon érték helyben, hogy mi most ez az új helyzet. Ezek szerint fizetnek, de nincs igazi beleszólásuk? Engedje meg, hogy egy megjegyzéssel kezdjem. Ez a bejátszás meglehetősen tendenciózus volt, és nagyon sok téves állítás volt benne. Ha még egyszer visszajátszhatnánk, órákon keresztül tudnám cáfolni sok-sok megjegyzését, amelyet a szereplők mondtak. Hát valószínűleg azért is, mert bizonytalanok és tanácsnálok hát nem tudják, azzal, kezdjük történik. Azzal, hogy azzal kezdődött, hogy teljes a káosz az iskolarendszer átalakításában. Ugyanakkor milyen képeket láttunk iskolákról, hogy nyugodtan pingpongoznak a gyerekek, osztályteremben verseket mondanak, furuljáznak. Tehát az égvilágon a káosznak semmi jele nem volt. Láttuk, hogy málik a vakolat, hogy hézagos az ablakon a festés, abban az iskolában, amelynek az eddigi gazdája azt mondta, hogy kiváló gazdái voltak az iskolának. Tehát annyi ellentmondás volt ebben a filmben, hogy elég nehéz erről mondjuk tárgyilagosan nyilatkozni, de a kérdésére válaszolva,
az államnak része az önkormányzat, az nem egy királyság, a nagy királyságban, vagy egy grófság, hanem egy Magyarországban, amelynek az állam az állampolgárainak az érdekeit képviseli, és a települések érdekeit bent az államban az önkormányzat képviseli. Most csak arról van szó, hogy a feladatokat megosztja másképp egymás között az állam és az önkormányzat, mint eddig tette, de nincs szó államosításról. Ebben a bejátszásban is többször elhangzott ez a szó, hogy államosítás. Az állam lesz a fenntartója az iskoláknak ezentúl, ezt igen, nevezhetjük de akár ez nem is. Olyan államosítás, mint ami a magyar köztudatban 1948-hoz kötődik, amikor tulajdont, vagyont, mindent egyetlen tolvonással az állam elvett az akkori iskola eszéljük állami fenntartásra, persze szó? A köznyelv az sok mindenre képes, itt állami fenntartásba állami kerülnek irányi, állami szakmai irányítás. És a kérdés az, nyilván nagyon sok önkormányzati vezető ezt nem tudja, hogy ha a szakmai irányításba nem szólhat ezen túl bele, akkor hogy van az, hogy mégiscsak egy csomó mindent, amit ők úgy fogalmaztak meg, hogy a vakolat és a vízcsap és egyéb problémáit majd nekik kell állni, az üzemeltetés költségeit, és azt sem tudják, hogy miből, hiszen az már kiderült, amikor állami fenntartásba adták az iskolákat, hogy az ehhez rendelt forrásokat is viszi az állam. Mi marad az önkormányzatoknál? Az önkormányzatoknak eddig sem volt joguk beleszólni az iskola szakmai munkájába. Az iskola szakmailag önálló volt. De hát mondjuk az igazgató kinevezésébe például igen. Ezentúl is véleményt mondhatnak az igazgató kinevezéséről. Egyébként az, hogy az igazgató kinevezése magasabb szintre kerül, ez éppen a pedagógus társadalom és az iskola vezetők megbecsülését jelenti. Senki nem gondolhatja azt, hogy az oktatási miniszter vagy az oktatást irányító államtitkár több ezer igazgatót személyesen fog majd kinevezni. Nyilvánvalóan az érdekeltek véleményének a meghallgatása alapján a helyi állami szervek javaslat alapján fog történni a kinevezés. A két világháború között az államelnök nevezte ki az igazgatókat, és volt egy olyan iskola rendszerünk, amelynek csodájára járt a világ. Ebben tehát nincsen az égvilágon semmi hiba, ettől még nagyon kiválóan működhet az iskola rendszerünk, és nem azt jelenti, hogy most aztán át lesz politizálva. Tehát ezt a megbecsülést valószínűleg a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Gimnázium tanári kara például nem érezte, ők ugyanis éppen azért kezdtek el harcolni a kormányzat ellen, mert hogy a tantestület és a szülők véleményét egyáltalán nem vették figyelembe. Hát igen, Sziget-Szent Miklóson nem is az oktatási miniszter bízta meg egyelőre az igazgatót, hanem a helyi kormányhivatal, amelyik a nem teljesen pontosan kiírt pályázat alapján nem lehetett megtenni azt, hogy igazgatót nevezzünk ki. Csak mindegyik másút ilyenkor maradt az, aki addig is az igazgatói teendőket ellátta. Nagyon sok helyen ugyanaz maradt, igen. Itt tehát viszont nem, itt született egy érthetetlen döntés. De ez egy három hónapos ideiglenes döntés, nem mi hoztuk, úgyhogy nem tudok róla nyilatkozni, majd hogyha a pályázatot szabályosan lebonyolítják, akkor fogjuk mi hozni a döntést, úgyhogy nem a Szalai utca hozta ezt a döntést, úgyhogy erről egyelőre nem tudok többet. Persze az, hogy egyáltalán kormányhivatal döntött, és nem önkormányzat, ez már az átalakulásnak a folyamánya, de ahogy itt Radó Péter oktatás szakértő valóban a Szalai utcára utalt, ő azt mondta, hogy azáltal, hogy ott hozzák a döntéseket, hogy onnan szabják meg a tantervet, a költségvetés, és így tovább, gyakorlatilag megszűnik az iskolai autonómia, amire jó, akkor hogy utaljak az egyik nyilatkozóra, azt hiszem egy iskolai igazgató volt, talán szó szerint ezt mondta, hogy aki fizet, annak legyen valamilyen beleszólása. Hát ki tartja fenn az iskolarendszert Magyarországon? Az állam, vagyis az állam adja a költségeket. Nem mint jó nagybácsi, hanem az állampolgárok adóforintjaiból. Ezért tehát elvitatni az államnak azt a lehetőségét és jogát, hogy az iskolában folyó munkatartalmát szakmailag meghatározza, az enyhén szólva nem igazán bölcs dolog. Csak eddig az állam ezt a feladatot leadta az önkormányzatoknak, az eredménye az lett, hogy ketté szakadt az iskolarendszerünk, lettek elsőrangú, meg másodrangú állampolgárok, igen nagy különbség alakult ki az egyes iskolákban végzett gyerekek között, ami nem tartható. Ez az egyik legnagyobb baj az oktatásügyünknek. Az, hogy az állam most a kezébe veszi a pedagógusok bérét, a szakmai irányítást, a tartalomnak a meghatározását, ezzel pont azt a fajta, ha úgy tetszik, esély egyenlőséget, vagy nagyobb esély biztosítását akarja megoldani, amit az eddigi rendszer nem tudott megtenni. De legalább ott, a jól működő iskolákat miért nem tarthatnák meg az önkormányzaton?
az nem jó, hogyha olyan különbségek vannak az irányításban és a szabályozásban, amely nem tudja kiegyenlíteni a problémákat. Hát olyan oktatási rendszer nincsen, ahol nagyon nehezen meghatározható mutatók alapján majd azt mondja, hogy te jól viselkedtél, akkor te csinálod, te meg nem, akkor nem. Egyébként nagyon sok a félremagyarázás ebben a kérdésben. Az önkormányzatoknak nagyon komoly jogosultságaik maradnak az iskolával kapcsolatban. Az előbb nem tudtam végigmondani, hogy nincs szó tehát államosításról. Ez is zavaros volt itt valamelyik nyilatkozó szájából. Egyértelműen a vagyon, a tulajdon ott marad az önkormányzatoknál, és az iskola ott marad a város, a település területén, meghatározza a törvény, és majd a végrehajtási utasítás tételesen, hogy kinek milyen feladatai lesznek. A település tehát a sajátjának tekintheti a továbbiakban is az iskolát. De az, hogy mit kell tanítani az iskolában, eddig sem szólhatott bele a település, és ezután sem fog beleszólni, mert központi tanterv lesz, eddig pedig az iskola helyi tanterve döntött el, hogy mit tanítottak. Itt egy érzékelhető különbség lesz valóban. És hogyha a helyi önkormányzatnak nincsen pénze arra, hogy működtesse az iskolát, akkor ki dönthet arról, hogy bezárják el? A helyi önkormányzatnak van bevétele, és bizonyos kötelező feladatai vannak. Ezért alapesetben a helyi önkormányzat működteti az iskolát. Ha valami miatt ez mégsem megy, mert rosszul gazdálkodik, vagy semmi bevétele nincsen, akkor két eset lehetséges. Vagy valamilyen központi segítséget kap erre, vagy lemond arról, hogy működteti az iskolát, és akkor valóban az állam a helyi szervein keresztül, tehát a létrejövő járási hivatalokon keresztül átveszi a működtetésnek is a jogát. De a szakmai irányításban, hangsúlyozom, eddig sem volt, és ezután sem lesz az önkormányzatoknak szerepük. Ha néhány helyen így élték meg, hogy ők beleszólnak az iskolák szakmai munkájába, akkor ez nem a törvénynek megfelelően működött, mert a törvény kimondta, hogy az iskolák szakmailag önállóak, és minden kérdésben maguk döntenek, amit a törvény nem helyez más hatáskörébe, az önkormányzatoknak viszont nem adott szakmai irányítási hatáskört. Mivel, hogyha jól értem, normatívát nem fognak erre kapni az önkormányzatok, a működtetés viszont most már egyértelműen csak kiadást jelent az ő oldalakon, lehet, hogy elég sokan fogják ezt választani, de ezt majd meglátjuk. Az előbb említette a szabályozást, és például az egyik dolog, ami most nagyon nagy hullámokat vetett az elmúlt héten a sajtóban és a közvéleményben, ez az iskola őrökről szóló új tervezet volt, amivel kapcsolatban ellenzéki pártok azonnal tiltakoztak, hogy testi fenyítést fognak alkalmazni diákokkal kapcsolatban. Bevallom, én elolvastam a jogszabályt, én abból inkább azt olvasnám ki, hogy a testi fenyítést az behatolókkal szemben lehet alkalmazni az iskola őröknek, de azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy akkor tiszta vizet öntsünk a pohárba, mire lesznek feljogosítva ezek az iskola őrök, kivel szemben alkalmazhatják ezt az arányos mérvű testi kényszert először is, ami a jogszabályban szerepel. Az iskolaőrök alkalmazása egy lehetőség, és ez nem azt jelenti, hogy ettől kezdve iskolaőrök lepik el az iskolákat. Azokban az iskolákban, ahol hát sok az agresszív cselekedet, nem sok ilyen van szerencsére, de akad ilyen, ott az iskola igazgatója élhet majd azzal a lehetőséggel, hogy iskolaőrök alkalmazását kérje. A jogszabály még formálódik, hogy pontosan mire lesz hatáskörük még, az nem világos. Egy biztos, hogy az iskola pedagógiai munkájáért az igazgató és a nevelőtestület felel. Tehát egy iskolaőr, jöjjön az bárhonnan, csak olyan hatáskörre rendelkezhet, amelyet az adott iskola ad neki. A testi fenyítés az egy kerülendő eszköz az iskolák világában. Nyilvánvalóan arról lehet csak itt szó, hogy ha valakik nagyon összeverekednek, akkor őket szét kell választani, és nem arról, hogy tovább folytassuk a verést. Azt kellene látni a tiltakozóknak is, hogyha mondjuk az ő gyereke vagy unokája kerül olyan helyzetbe egy iskolába, hogy püfölik, hogy verik, hogy megsérül, és nincs senki, aki ezt a cselekedetet megakadályozza, mert fiatal tanárnők vannak mondjuk a testületben, és nem tudnak, nem mernek beavatkozni. Ilyen helyzetben bizony jó, hogyha ott van egy külső segítség. Ezzel együtt is én azt szeretném, hogyha egyetlen egy iskolaőr alkalmazására sem lenne szükség, hogyha megerősödne annyira a
az iskolának a tisztelete a szülők és a gyerekek körében, hogy ismét rendesen viselkednek, hogy nincsen agresszív cselekedet, de hát ez azért lassan már utopisztikusnak tűnik, mert eléggé elharapódzik az agresszió az egész társadalomba, így belép az iskolába is, ez tehát egy lehetséges védekezési eszköz a gyerekeink érdekét szolgálja, és nincs benne semmi rossz. Szintén élénk tiltakozás volt a reakció a szakképzési törvény módosítására. Ez egyébként nem az ön tárcájához, hanem Matolcsy György tárcájához kötődő változtatás, de mégis messzeható oktatási következményei lesznek, például abban, hogy elvileg ezentúl a szakiskolákban akár teljesen mellőzhető lesz a közismeret, mert hogy az eddigi minimum elvárást maximum elvárásra módosították. És az is megváltozik, hogy tanulószerződést köthetnek gyakorlatilag az első pillanattól a diákok, vagyis pénzérrel mehetnek egy vállalathoz dolgozni. Ez lesz az ő úgymond gyakorlati képzésük, amivel kapcsolatban nagyon sokan azt mondták, hogy ezzel azonnal gép mellé állítható, de egyébként teljesen képzetlen és műveletlen szakembereket állít majd elő az iskolarendszer, akik egy esetleges technológiai váltásra vagy a munkájuk elveszítésére nem lesznek felkészülve. Ön mit gondol erről? Semmi ilyesmiről nincsen szó. Hát sajnos, ha megjelenik egy jogszabálytervezet, akkor elég gyakran előfordul, hogy mindjárt elkezdenek sokan fantáziálni, és olyan negatív képet festeni, ami a törvényalkotónak nem állt szándékába, és nem is fog bekövetkezni. Kezdjük azzal, hogy 15 éves korban elküldeni a gyereket munkára, mint a középkorban, de hogy is erről van szó. Arról van szó, hogy helyrehozzuk azt az állapotot, amelyet elődeink előidéztek, hogy tudnélik abból a megfontolásból, hogy a gyerek ne dolgozzon, száműzték a gyakorlati képzést a szakiskolák 9.-10. évfolyamáról, ami szakmailag, pedagógiailag és munkaerőpiaci szempontból nagyon hibás döntés volt, hiszen azok a gyerekek már megérettek arra, hogy megtanulják, hogy hogy kell bánni a kalapáccsal, vésővel, és így tovább. Hogy milyen körülmények között végezhetik a gyakorlati munkát, erre pedig az a válasz, hogy a legideálisabb körülmények között a modern technológia birtokában és olyan üzemekben, olyan tanműhelyekben kell a gyakorlati felkészítősöket végezni, ami nem a 19. századra, hanem a korszerű technikára készíti fel a gyerekeket. Tehát nem gyerekmunkáról van szó, nem arról, mint a középkorban, hanem hogy tanulják meg akkor, amikor megtanulhatják, mert a képességeik az életkoruk alapján erre van lehetőség, a fogásokat, ami a közismereti tárgyakat illeti. Itt is egy súlyos csúsztatás, vagy éppen tévedés van ebben az állításban, hiszen a törvény is, a Nemzeti Alaptanterv is kimondja, hogy a szakiskolák kerettanterveit a szakiskolákat felügyelő nemzetgazdasági miniszter és a nemzeti erőforrás miniszter közösen fogja kiadni. De akkor miért módosították az eddigi minimumot maximumra? Hát az lehet, az ugyanannyi százalék marad, ezt egész pontosan nem tudom, nem olyan nagyon jelentős szó ez. Egy biztos, hogy ezek a gyerekek nem úgy kell, hogy közismeretet tanuljanak, mint a gimnáziumban, hanem olyan tanterveket kell nekik összeállítani, és olyan foglalkozásokat, ahol az ő érdeklődésüket szem előtt tartva szinte észrevétlenül vezetik vissza őket a tanulásnak a birtokába, a tanulásnak a területére. Hogy mondjam el, hogy a terveink között szerepel, nem kapott elég hangsúlyt, örülök, hogy itt elmondhatom, hogy a szakiskolában is lesz idegen nyelvi óra, mert nem jó az, hogyha az, aki asztalosnak, vagy villanyszerelőnek, vagy autószerelőnek készül, nem tanul már idegen nyelvet, csak az általános iskolában tanult, azt pedig elfelejtette. Ez is közismeret lesz, mindennapos testnevelés, és olyan képességfejlesztő foglalkozások, amelyekben bizony ismeretszerzés is van, ha nem is olyan körben, mint ahogy eddig volt, hanem szűkebb körben, azon leszünk, hogy ez megfelelő időkeretben és megfelelő tartalomban történjék. Mindezek a tantervek most vannak formálódóban, ezért minden ilyen elővételezés, amelyet olvasni lehetett, hát ezekben vagy nem kellő ismeret, vagy valamiféle szándékos pánikkeltés húzódik meg. Az oktatás világában ezt megszoktuk már 2 éve, én külön is éreztem a bőrömön, hogy minden hírt előszeretettel magyaráztak félre, nincs ok az aggodalomra, és nincsen pánik, és nincsen káosz.
dolgozunk, a legjobb szabályokat szeretnénk elkészíteni, és ehhez azért kérünk egy kis bizalmat, erre időre is szükség van. Jövő év januárjától kerül sor arra, hogy az állami szervek, tehát hogy az államnak a helyi szervei átveszik az iskoláknak a fenntartását. Addig még elég sok hónap hátra van, úgyhogy fölösleges aggodalmat kell tenni előre. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.